Ha van kedvetek, álljatok föl. Terveztél életem felől, szívből örülsz, mikor jó tehetsz velem, értem adtad Jézust a vár, de ajándékodnál mindent nekem. Jót terveztél életem felől, szívből örülsz, mikor jó nekem.
Vagyok én, hogy a mindenség ura hallja hangomat, látja gondomat. Ki vagyok én, hogy a hajnal csillag is minden utamon előttem halad. Nem azért, aki vagyok, de azért, amit tettél.
nem azért, amit teszel, de azért, aki te vagy. Nézd rám, csak hervadó virágszál, a porba hulló árnyék, csak csepp az óceánban, mint párát vissza szél, mégis felém fordul arcod. Uram, hallod, ha kiáltod, s azt mondod nekem, enyém vagy. Ki vagyok én? Ki vagyok én, hogy bár látod bűnömet, borrám emelem, szent tekintetem. Ki vagyok én, hogy a hangot hallhatom, és a vihar csendesül, kívánc belül. Nem azért, aki vagyok, de azért, amit tettél. Csüket lelkem, miért csüket bennem? Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak. Miért csüket lelkem, miért csüket hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a gondjaid elfutnak, miért aggódsz én lelkem, miért aggódsz én bennem, bízzál én lelkem, bízzál.
áll Istenben. Bízzál én lelkem, bízzál lelkem Istenben. Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak. Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a gondjaid elfutnak. Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor az igazak mind szabadulnak. Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak. Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a gondjaid elfutnak. Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor az igazak. A dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket és dicsérjük szent nevet. Tied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket és dicsérjük.
senki nem ér fel. Ó, hatalmas kezed nagy csodákat tesz, vele senki nem ér fel. Vele senki nem ér fel, ó, hatalmas, ó, hatalmas, ó, hatalmas. Valóban hatalmas vagy, és hálás szívvel állunk meg előtted, és köszönjük, hogy itt lehetünk ma, köszönjük, hogy te ma is hívsz és vársz a te jelenlétedbe. És azt szeretnéd, hogy úgy menjünk el innen, hogy be vagyunk töltekezve, hogy van erőnk, van fegyverünk az előttünk álló évre, az előttünk álló hétre, és mi bízunk benned, hogy tényleg te velünk leszel mindenben, ami vár ránk. És kérlek, hogy most nyisd meg a szívünket, hogy ez a tanítás, amit te ma nekünk üzensz, az tényleg jó helyre kerüljön, és termést hozzon a mi életünkben. Amen. Szeretettel köszöntelek titeket. Dalban szóltunk a lelkünkhöz, hogy miért csüggetsz lelkem. Azt gondolom, hogy mindegyünknek van valami fájdalmunk, amit hoztunk ide. Engem hirtelen hívtak otthonról Sárbogárdról, hogy anyukám, akit évek óta gondoznak, hogy most hirtelen rosszra fordult az ő állapota, úgyhogy hazaszaladtam, de van köztünk olyan, aki gyászol. Ildikó barátnő Ágnes itt van köztünk, és ő 24-én vesztette el a férjét, aki betegeskedett, de az ő halála hirtelen jött. El fogunk csendesedni, imádkozunk most, és kívánom, hogy az Úr Jézus mindegyünkkel találkozhasson egészségedre. Nagyon szépen köszönjük, Jézus, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy te vagy a fej, és mi a tagjaid vagyunk. Kérlek, hogy elégíts meg ma itt minket, és kérlek azért, aki beteg, aki gyászol, hogy te legyél az ő valóságos vigasztalója. És nem vagyunk a mennyben, ezzel tisztában vagyunk. Mégis sok bennünk a kérdés, hogy miért van a baj, és hogy ezt te szerzed. Nagyon szépen kérlek, hogy ezekre is adj nekünk valamilyen módon választ, és szólj a tégédből. Te nagy nevedért kérünk. Amen. Egy pár hölgynek van éneke, úgynevezett éneke a Bibliában, és ugye Mária, Erzsébet, és akiről szó lesz ma, Anna, neki is le van jegyezve egy éneke a Bibliában, és hát ezzel az énekkel kapcsolatban gondolkodtam sokat, hogy ennek az Annának mi volt az az indok, ami számára kibudjantotta belőle, hogy ő egy éneket mondjon az Úrnak, és ez az ének az 1 Sámuel 2-ben 10 versszakot ölel magában, és ez elég számottevő, azt gondolom. Hogy ekkora helyet kapott, és ennek az éneknek a tartalma nagyon elgondolkodtató volt nekem.
A szemüvegem kell. Tehát a Bírák korában vagyunk, és ennek az Annának egy éneke lejegyzésre került, méghozzá Zsett Sámuel 2-ben. Figyeljetek, ez a név, megnéztem, mit jelent az a név, hogy Anna, mert hogy köztünk is legy Anna, kegyelem, könyörület, báj, kecsesség, kedvesség. És akkor gondolkodtam, hogy ezek a szülők, mikor adták ennek a pici babának a nevét, hogy milyen jókat gondoltak róla, aki megszületett, az a kis baba, hogy minden szülőnek milyen kedves egy pici csecsemő, és egy elgondolkodtam, hogy nem tudom, milyen kapcsolatban van egy adott név annak a gyereknek az életével, de valahogy ez a név erre a hölgyre nagyon-nagyon illik, majd figyeljétek, hogy miért gondolom én ezt. Azt olvassuk az első részben, hogy ennek az Annának nem volt gyermeke. Pedig nagyon szeretett volna, de nem születhetett gyermeke. Ráadásul volt egy vetélytársa, akit Peninának hívtak, ugyanis ennek az Elkána nevű férfinek két felesége volt. Anna és ez a Penina. És képzeljétek, hogy ez a Penina, amiatt, hogy Anna meddő volt, csúfolta őt, bosszantotta, cikizte. Ez valami szörnyű dolog, valamiről nem tehetek, és azért cikiznek. És nem olvassuk, hogy emiatt Anna visszavágott volna, vagy hogy megsértődött volna. Tudta, hogy ez az ügy kire tartozik, hogy hova menjen. Tudta, hogy hol kell kopogtatnia. Évente a család följárt Sílóba, ez volt abban az időben az áldozat bemutatásának helye. Megnéztem, ez Jeruzsálemtől, akkor Jebusznak hívták, olyan 60-70 kilométerre van északtól. És hogy nézett ki ez a szent hely ott Silóban, ami egy kis városka lehetett, azt nem tudom, de hogy nem a templom volt még, az biztos, mert Salamon még nincs. Viszont volt egy szent sátor, ugye tudjuk, hogy amit Mózes épített meg Isten rendelete szerint. Mózes Krisztus előtt 1400-ban meghalt, most pedig Krisztus előtt 1100-ban vagyunk, ugyanis Sámuel 1100-ban született. 300 év telt el. Lényeg, hogy ide járt föl a nép, és itt mutatták be az ő áldozatukat. Ez a család is évente följárt ide Silóba. Ez nagyon figyelemre méltó, hiszen a Bírák könyvében azt olvassuk, hogy ez egy olyan kor volt, amikor még nem volt király, és amikor már meghaltak azok, akik látták az Úr nagy csodáit, hogy miként vezette őket 40 éven keresztül a pusztában, és hogy csodálatos módon behozta őket az ígéret földjére, nem volt már, aki ezt elmondja, elfeledkeztek az emberek, de ez a család követte Isten tervét, akaratát, és ők följöttek áldozni. Azt olvassuk, és ez egy visszatérő gondolat a Bírák könyvében, hogy ebben az időben mindenki azt tette, amit jónak látott, amit úgy gondolt, hogy jó. Nem ma is nem ez van. És ráadásul ott a szent helyen Élinek, az öreg papnak volt két fia, Hofni és Fineás, akik megszentségtelenítették még az áldozatot is. Ugye a papoknak volt egy rendelt része az áldozatból, de ez a két fiú, még mielőtt bemutatták volna az áldozatot, oda ment az áldozó emberhez, és azt mondta, hogy adja papnak nyers húst, mielőtt bemutatod az áldozatot. És mondták, hogy várjál, hát hadd főzzük meg, hadd mutassuk be, nem, add ide, vagy erőszakkal elveszem. Gondoljátok el. És még egy szomorú lejegyzés, hogy ez a két fiú ott a szent sátor előtt szolgáló asszonyokkal lefeküdt. És Éli, az öreg pap, tudott erről, de nem tett ellene. Nem tiltotta ki őket a papságból. És eljön Istennek egy embere, érdekes, ebben sötét helyzetben is, az Isten valahogy ott van. A 25. versben, a második rész 25. versében olvasunk egy nagyon érdekeset. Tehát megintette őket az öreg pap, de ők nem hallgattak
atyuk szavára, mert az Úr meg akarta őket ölni. Ó. És akkor elgondolkodtam ezen a mondaton, Isten eldönt valamit, és semmi esélyem. Nézzük tovább. Én azt gondolom, hogy ez a két fiú tisztában volt azzal, hogy van Isten. Ők papok voltak. És amit tesznek, az gonoszság. De ezen a bűnös életmódjukon ők nem akartak változtatni. Megtérhettek volna. Akkor nézzünk egy másik igét, ahol Isten megint érdekes dolgot tesz. Ugye, mikor bevonultak az ígéret földjére, akkor azt mondta Isten, hogy ne kegyelmezzetek a kanánita népeknek, adtam nekik 400 évet, 430-at. Nem tértek meg. Én látom, nem fognak megtérni. Ne kegyelmezzetek ők nekik, írtsátok ki őket. Ugyanezt mondja a moábitákra, hogy az a nép nem maradhat fent. És nézd meg, ott van Rút, ott van Ráháb. Nemhogy megmenekültek, Jézus nemzetségi táblázatába bekerültek. Rút egy moábita lány volt, Ráháb pedig Jerikóból, a Kánaán első hatalmas városából való volt. Akkor ez most hogy történik? Azt rendelte el, hogy menjünk tovább. Azt rendelte el Isten, hogy az első szülött gyerek nyerje a nagyobb áldást. Aztán ott van mégis Jákob, ugye, aki a kisebb volt, és után ott van József, aki a 11. volt a családban gyerek, aztán ott van a tékozló fiú, aki a kisebb volt, és ők lettek áldottabbak. Hogy van ez? A 34. Zsoltár 16-20-as versét olvassuk. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein. Az Úr orcája pedig a gonosz cselekvőkön. Egy kicsit kapizsgálhatjuk, hogy lehet, hogy az Istennek azt számít, hogy milyen az én lelkem állapotom, és ez mindent visz, ez meg tudja változtatni az Isten kimondott szavát is. Ki nekem az Úr? Azt gondolom, ez a lényeg. Ki nekem, és mekkora nekem az Úr? Aztán olvassuk azt, hogy 2 Mózes 9-ben, hogy az Úr megkeményítette a fáraó szívét. Micsoda? El akarta tenni a fáraót? Hát, de ott van az is, hogy előtte volt 10 csapás, amikor a fáraó igenis megtudta, hogy ezek nem hétköznapi dolgok, amik történnek. Ennek ellenére ő makacsul, konok módon megkeményítette a szívét. Nem akart hinni. Azt mondja Isten igéje, hit nélkül pedig lehetetlen, lehetetlen Istennek tetszeni. Kell hinned, hogy ő létezik, és megjutalmaz. Zsidó 11.6. Kell hinném, de ha nem tudok, nem mondhatjuk, hogy nem tudunk. Az Isten úgy alkotott meg minket, hogyha te akarsz. Szóval, hogy aki egyet lép felém, én 10-et fogok, 100-at fogok felé lépni. Ez bennünk van, hogy tudunk hinni, igenis. Ezt Isten képessé tett minket erre. Na, ez a család évenként följárt Silóba. Ez az áldozat bemutatás egy közös étkezés is volt. Ünnep a család, a pappal és Istennel együtt ünnepeltek. Mit ünnepeltek? Hogy az ő bűneik ennek az állat kifolyt vére miatt bocsánatot nyertek. Azt látjuk itt, hogy ez a Anna nevű feleség kétszer akkora részt kap a férjétől, mint a család többi tagja, azt mondja, mivel Annát igen szerette, de az Úr bezárta az ő méhét. Annát igen bosszantotta az ő vetélkedő társa Penina, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta az ő méhét. 2019-ben, karácsonykor a feleségem otthon olvasott egy történetet nekünk. Ez nem a Bibliában van megírva, de felolvasom nektek. Mert hogy ugye az a téma most, hogy az Úr csinál bajt, vagy mi a baj, vagy miért van a baj, vagy mi egyáltalán a baj. Csenapó története. Csenapó történetének a híre messze vidékre eljutott. Kivételesen bölcs embernek ismerték, akit azonban nem mindig tudtak megérteni.
Így történt akkor is, amikor Csenapó egyetlen lova elveszett az erdőben. Valahogy elszabadult, és úgy elnyargalt, hogy nyoma veszett. Este jöttek a szomszédok, hogy kifejezzék együttérzésüket a nagy bajban. Az apu azt kérdezte tőlük, honnan tudjátok, hogy ez baj? A szomszédok összenéztek, nem értették, hogy ne lenne baj, hiszen az öreg kenyér keresete veszett el. Alig telt el. Egy nap bámulatos esemény következett. Csenapó lova hazajött 4 vadlóval együtt, akikkel valahol a vadonban összebarátkozott. Az apó gyorsan becsukta a kaput, és beterelte lovakat az istálóba. Jöttek is a szomszédok, hogy sok szerencsét kívánjanak, hiszen Csenapónak nagy jó jutott osztály részül. Honnan tudjátok, hogy ez jó? Kérdezte az öreg. Falubeliek csodálkoztak. Hiszen ennyi lóval a falu első gazdája lett Csenapó. Másnap Csenapó fia elkezdte betörni, megszelídíteni a vadlovakat. Közben az egyik úgy levetette magát, hogy eltört a lába, csúnya nyílt törés lett. Újra jöttek a szomszédok, igazi keleti részvéttel, hogy ebben a bajban melléjük álljanak. Honnan tudjátok, hogy ez baj? Kérdezte megint Csenapó. Szomszédok megdöbbentek, hogy egyetlen fia állapotára ilyet mer mondani. Közben a nagy csendet odakintről kétségbe esett jajgatás törte meg. Kiderült, hogy a postás jár a faluban, és behívókat visz azért szét a legényeknek, mert kitört a háború. Csenapóékhoz is hozta a behívót. Micsoda szerencse, mondták a szomszédok. Ennek a fiúnak nem kell bevonulni a katonának. Honnan tudjátok, hogy ez szerencse? Mondta megint Csenapó, de ez már sok volt a szomszédoknak. Felálltak és szó nélkül kimentek, kiki gondolta a magáét. Csenapóék orvosért küldtek, és jött is a missziós orvos. Simbetette a törött lábat, majd olvasott nekik az evangéliumból. A család fogékony szívvel hallgatta, megismerték Jézus Krisztust, az ő megváltójukat. Isten szeretete megragadta az egész családot. Ez igen. Ez már szerencse. Újságolta most már Csenapó mindenfelé. Évről évre följártak ez a család, és a férje próbálta vigasztalni. Miért bánkodsz? Miért nem eszel? Nem érek én neked többet 10 fiúnál? Nem. Hát nem. Egy asszonynak az a vágy, hogy pici babája legyen. Az anyaság, én azt gondolom, hogy az nem, semmi nem tudja pótolni. És gondolom, hogy ennek az Annának ezt a fájdalmát sem tudta semmi pótolni. Az, hogy Anna felkel az asztaltól, leborul Isten előtt, könyörög és igen sír. És az, hogy a fogadást tesz, seregek, ura! Ha megtekinted szolgáló leányod nyomorúságát, figyelj, egyszer szolgáló leányod. Megemlékezel rólam, nem feledkezel el szolgáló leányodról, fiú magzatot adsz szolgáló leányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, borotva nem érinti az ő fejét soha. Ő tisztában van, hogy ő ki, de azzal is tisztában, hogy ki az Isten. Emlékeztek, hogy Sámsonnak szülei is könyörögtek babáért, és azt mondta az angyal, aki megjelentette, hogy meg fog születni ez a gyerek. Borotva ne érintse soha az ő fejét. Az Úrnak legyen szentelve. Ez a nazireusi fogadalom része volt, hogy ezt a gyereket ne nyírjátok meg soha. És az új szövetségben is látjuk, mikor Pál Jeruzsálemben megy. Mondják a proféták, ne menjél, mert ott nagyon kikapsz. De Pál nagyon akart menni, és emlékeztek, ott is megnyíratta a fejét. Még maga mellé vett egy pár embert, úgy mentek be a templomba. A többi apostol kérte őt, hogy Pál, mutasd be, hogy te nem eretnekséget hirdesz, hogy te a mi népünk, a mi Istenünknek te elszánt embere vagy. Ez a nazireusi fogadalom, ez sokáig megmaradt, és ezek az emberek ezt nagyon komolyan vették. És ez az anya most azt mondja, hogy ha megszületik a gyerek, ami biztos, hogy csoda lesz, ha ez ilyen megtörténik, akkor én őt egész életére, uram, neked adom. És Anna felkelt, az asztaltól leborult Isten előtt. Az Úrnak ajánlom, borotva nem érinti fejét soha. Hosszasan imádkozott,
Éli figyelte az ő száját, Éli az öreg pap. Azt megjegyzi a Biblia, hogy Anna szívében könyörgött, szava nem volt hallható. Na, de nagyon feltűnő lehetett, az öreg azt gondolta, hogy részeg. És emlékeztek, azt mondja az Úr, hogy menj be te belső szobádba, mert ha te igazán akarsz imádkozni, akkor én nagyon intim módon ott akarok veled lenni, és ami ott történik, az nem másra tartozik. És lehet, hogy más számára az megbotránkoztató, mint ahogy itt az volt. Lehet, hogy az öreg soha nem imádkozott így életében, és nem is értette, hogy itt mi zajlik. Azt mondja Anna, szívem bánatát öntöttem ki az Úr előtt, erre Éli. Izrael Istene, adja te meg a te kérésedet. Lehet, hogy elszégyelte magát, és lehet, hogy azt gondolta, hogy na, még így nem láttam embert imádkozni. És elment az asszony, és a szíve nem volt többé szomorú. Ó, miért? Mi történt? Valami történt, de figyeljük, hogy mi lehetett. Aztán szült egy fiút, Sámuel, ezt a nevet adta neki, mert az Úrtól kértem őt, mondta. És ez a név, hogy Sámuel, megnéztem, azt jelenti, hogy Isten meghallgatott. A család megint indul, eltelik egy év. Anna nem megy, azt mondja, majd akkor megyek föl, ha gyermeket elválasztom. Akkor felviszem, hogy az Úr előtt megjelenjen, és ott maradjon örökké. Figyelj, megszületett a gyerek. Ez az asszony még mindig úgy gondolja, hogy ő tett egy ígéretet, és ő azt nem fogja megváltoztatni. A férje azt mondja, hogy tégy úgy, ahogy neked tetszik, és amikor elválasztotta, hát mennyi lehet az? 2-3 éves ez a pici baba? Mikor a legcukibb? Felvitte 3 tulokkal, egy efa liszttel, egy tömrő borral, a gyermek pedig még igen kicsiny volt, megjegyzi az ige is. Bemutatták az áldozatot, az asszony Éli elé állt. Én vagyok az az asszony. Aki itt állt és könyörgött az Úrnak, ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, és most azért én is az Úrnak szentelem egész életére, és imádkoztak ott az Úrhoz. Ott áll a család. Ott van az a picurka gyerek, az öreg pap, és Anna imádkozik. Na és most jön az Anna éneke, figyelj! Ezt szeretném felolvasni. Hogy hogy imádkozik ez a nő? 1 Sámuel 2:1-10. És imádkozott Anna, és mondta, örvendez az én szívem az Úrban. Emlékeztek, az Anna neve mit jelent? Felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban. Az én szám felnyílt ellenségeim ellen, mert szabadításodnak örvendezek én. Senki sincs olyan szent, mint az Úr, sőt, rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen. Szátokból ne jöjjön kérkedő szó, mert minden tudó Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Az erős kézijasokat megrontja, és a roskadozókat erővel övezi fel. A megelégedettek bérért szegődnek el, éhezők pedig nem lesznek, s míg a magtalan 7 gyermeket szül, a sok gyermekű megfogyatkozik. Az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Az Úr szegényé tesz és gazdagít, megaláz és fel is magasztal. Felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy ültesse hatalmasok mellé, és a dicsőségnek székét adja nékik, mert az Úré a földnek oszlopai, és azokra helyezte a föld kerekségét, híveinek lábait megoltalmazza, de az istentelenek sötétségben némulnak el, mert nem az erő teszi hatalmassá az embert, az Úr, aki vele versengenek, megrontja. Menj dörög felettük az égben, az Úr megítéli a földnek határait, királyának pedig hatalmat ad, és felemel,
felemeli felkentjének szarvát, királyának pedig hatalmat ad. Nincs is király Izraelben. Kiről beszél? Én azt gondolom, hogy a nagy királyról beszél. Azt mondja, felemeli felkentjének szarvát. Felkent. Az Úr Jézusról beszél. Ez a nő profétál itt. És akkor úgy elgondolkodtam én. Azt mondja, hogy minden tudó az Isten. Nincs olyan kőszál, mint ő, ugye? Olvastuk. Ő ítél meg minden cselekedetet, az Úr ölés elevenít. Sírba visz és visszahoz. Szegényé tesz és gazdagít. Megaláz és fel is magasztal. Híveinek lábait megoltalmazza. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy én mi miatt aggódom jobban, hogy az élet körülményeim, vagy hogy az Istennel való kapcsolatom romlik meg. Ha nagynak látom az Istent, akkor nagy dolgokat merek tőle kérni. Eljött a próféta Éli családjába, és megintette Élit. Azt mondta, hogy nagy baj fog következni a te házadra, és tudod, mi lesz a jel? Hogy a te két fiad, a Hofni és a Fineás egy napon fognak meghalni. És tudjátok, mi történt? Bejött. Egy háborúba a két gyereket egy nap megölték. Mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. Akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Ha te szívedben eldöntöd azt, hogy valakit utálsz, vagy az Istennel nem akarsz tovább foglalkozni, noha megtapasztaltad sok kegyelmét, meg fogsz utáltatni, ez az ítélet. És de miért szól ez? Mert hogy ma még ebből megint megtérhetsz. Itt áll az Isten. Az Ofóniás 3.17. Mérges ez az Isten? Haragvó ez az Isten? Az Ószövetség Isten az nagyon kegyelmetlen. Figyelj, Ofóniás, Ószövetségi könyv. Az Úr, a te Istened közötted van. Erős ő. Megtart, örül te rajtad, örömmel, hallgat az ő szerelmében. Énekléssel örvendez neked. Ne csak kívánjam, hogy a dolgok megváltozzanak az én életemben, hanem tőlem függ. Nekem kell megváltoztatnom az én hozzáállásomat. A dolgokhoz úgy kell állnom, hogy én jól jöjjek ki ebből. Egyáltalán tudom én ma azt, hogy mit akarok? Eljöttem, mert a múlt vasárnap is eljöttem, vagy most ráérek? Emlékeztek, a vak Bartimeus ott állt Jerikó kapujában. Jött ki az Úr Jézus egy népes sereggel. Körülötte sok-sok ember, aki látott. Ez a szerencsétlen születése óta nem látott semmit. És akkor talán meglökdöstött valakit. Kinek kiabáltok, vagy ki jön? Hát a názáreti próféta jön. A Jézus? Az! És akkor elkezdett kiabálni. Uram! Dávidnak fia. Senki nem hívta őt így. Csak azt hívhatta így, aki a Dávid proféciára gondolt, hogy a messiás lesz a Dávid fia. Ez a vak látta, hogy ez a Dávid fia. Könyörülj rajtam. Jézus, hoho, álljunk meg. Többiek talán mondták, csöndbe legyél már, hát nem ér rá mester. Őt nem érdekelte. Ő nagyon feltűnő módon, mint egy részeg vagy, amit nem odaillik, kiabált. Lehet azt gondolta, ez az utolsó lehetőségem, és Jézus megáll, állj. Hívjátok ide. Mit akarsz? Hogy lássak? Figyelitek, tudtam, mit akar. Láss. Következő pillanatban látott. Akkor ott áll Nehémiás Artaszerxész király előtt. Nagyon szomorú. Ez nagyon durva dolog, mert a király elé nem szabadott szomorúan állni egy tisztviselőnek sem. A protokoll része volt, hogy nagyon fitnek kellett lenni, őt mosolyogni kellett. Amerikai mosoly. De nem tudta tenni ezt Nehémiás, mert az a szívében valami hatalmas nagy fájdalom volt. És mire kigondolta volna, hogy én most jaj, mit csináltam, meg fogok halni, de mivel megkérdezte a király, nem is volt ideje gondolkodni, hogy ne lennék szomorú király. Az én atyáimnak, őseimnek városa romokban, kapui tűzben égtek meg.
Valami szörnyű gyalázat van ott, és mit kívánsz? Hát erre nem gondolt, de azt mondta, hogy de tudta, mit akar. De gondolni sem mert volna arra, hogy ez egyszer valami lehetősége lesz neki oda-vissza, hazamenni. Nekem anyagok kellenek, pénz kell, levegelek, engedélyek. Király nézett, mehetsz. Még katonákat is kapsz. Azt nem mertek kérni, mert hát én azt mondtam, az Isten engem bevéd, de ezt nem is mertek kérni. De a király tudta, kapsz katonát, mert már az első kanyarba kinyírnak titeket. És akkor a leveleiddel, lobogtathatott el leveleidet, de mindent megkapott. Az én imádságaim, valami elkeseredett kiáltások, vagy csak valami szócséplés. És én magam sem gondolom komolyan. Valami lelki demenciában vagyok. Megkérdezné talaki tőlem, hogy te miért imádkoztál? Lehet nem tudnám megmondani. Egyáltalán tudom én azt, hogy ki előtt állok. Tudjátok, hogy most mi hova jöttünk? Annának, ennek a Bartimeusnak nagy istene volt, és nagy dolgokat mertek tőle kérni. Anna, miután megkapta, tudta, hogy a picurka gyereknek hol lesz a legjobb helye. Tudta, hogy tök mindegy, hogy ott van az a Hofni, meg a Fineás, de leginkább ott van az az Úr, aki őt meghallgatta. Mi az Úr miatt jövünk ide? Anna nem ment üres kézzel. Ott hagyta az egyetlen fiát. Azt a picurka gyereket ott hagyta, és azt mondta, örökre ott hagyom. Az ő idejében a filiszteusok, mármint Sámuel, ez a pici gyerek fölnőtt, és azt írja az ige, hogy az ő idejében a filiszteusok nem tudtak Izrael fölött győzedelmeskedni. Sámuel idejében Isten féken tartotta őket. És figyeljetek, még valamit vitt ez a nő. Azt mondja, három tulkot, a tulok, hústömegben is, marhahús. Ha voltál karácsonyra vásárolni, egy tehén, egy marha, olyan hát minimum három mázsahús, minimum marhahús, és hármat visz. De ez a marha abban az időben nem csak az életet, hát egy kicsit olyan gazdálkodó fél ember vagyok, ez abban az időben a traktort, a kombányt, mindent helyettesített az a tulok. És azt mondja, visz egy efa lisztet, azon 22 kiló, ezt is megnéztem, 22 kiló, és nem a Tesco polcról levett egy kilós lisztet, hanem hogy az a két kő között, amíg egy asszony ezt a lisztet megőrölt, az csak őrlés, de a betakarítás, tudjátok, a Boáz történetéből tudjuk, hogy éjszaka is kint volt ez a Boáz, és nem merte ott hagyni ezt a buzát, meg mikor az összes ellenség mindig azt várta, pláne itt a Birák korában, zsidók arassanak le, eljöttek és elvitték. Ez egy nagyon nagy dolog volt, 22 kiló, és bort, és nem egy tömlő bort, nem tudom hány liter volt, de az se 7 decis bor volt, amit levett az üzlet polcáról, és ezeket Anna mind elvitte. A vagyonából is adott, biztos volt benne, hogy az ő ellátása nem a pénztárcája vastagságától függ. Emlékeztek a szegény özvegyasszony, amikor Jézus, hoho, figyeltetek? Mit? Az az özvegyasszony ott a sarokban. Picurka két fillért, bedobta a persébe, nem hallottuk, nem lehetett hallani. Voltak, akiknek lehetett hallani. Így dobták be a pénzt látványosan, de Isten ő neki, az Úr Jézus őket nem dicsértem. Ezt a pici öreg asszonyt észrevette, azt mondja, figyeljetek, az egész vagyonát bedobta. Hát honnél tudta Jézus? Ő Isten. Nem kell, hogy lássa senki, hogy mi van itt bent. De ő tudja, hogy te mit és miért hozol. Hogy hálás a te szíved, tudjátok, ezt csalhatatlanul, félreérthetetlen a pénztárcánk megméri. Bizonyítja, hogy nekem ki ő. Aztán hétközben mit tudok én tenni? Hogy tudok én valamiféle áldozatot csinálni? Imádkozhatok ezért a vasárnapért. Gondolkodhatok azért, hogy mit tudnék én tenni, hogy áldottabb legyen az itt töltött idő, hogy mindenkinek egy kicsit kellemesebb legyen. Kint tudnék én segíteni? Anna szenvedélyesen zokogott. Azt mondta rá az öreg, hogy részeg. Bartimeusból egy kétségbeesett kiáltás szakadt ki.
De figyelj, ott Anna felállt, és többé nem volt szomorú. A gyerek még nem fogant meg benne, de ő tudta, hogy az ő fia már megvan. Bartimeus is tudta, hogy mit akar, és a következő pillanatban látott. Lehet, hogy a Jézus most itt áll, és azt kérdezi tőlem, hogy mi a bajom. Kész nálam a válasz. Te meg én tudjuk, hogy mi a bajunk. Tudni, hogy van bajunk, igaz? De van nekem akkor Istenem, amit azt merem mondani, figyelj, Uram, ez vasárnap, itt eljövünk, és itt imádkozgatunk, de a durva hétköznap az egész más. Jó, persze, te itt Isten vagy. Na de nehogy már te nekem a fizetésemet meg tud emelni, meg hogy a csekjeimet te nem fogod kifizetni. Tudod mit? Lehet, hogy nem így, ahogy te gondolod. De megoldja. Nemhogy megoldja, csak ő oldja meg. Elhiszed-e? Elmered-e ezt hinni? Magamtól is kérdezem. A Róma 5:10-ben azt mondja, Isten helyreállította vele való barátságunkat, fia halála által. Lehet, hogy itt ülök, és magányos vagyok. Lehet, hogy valami kárért megbüntettek. Kilátástalan a helyzet, nyomorultul érzem magam, de most figyelj, az Úr Jézus téged meg engem bátorítani akar, hogy ahol és amiben most éppen vagyok, az pont az a hely, ahol a legközelebb vagyok az Istenhez. Azt mondja, kiálts hozzám, és megfelelek. Nagy dolgokat mondok néked, megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Jeremiás 33:3. Azt mondja, a szolga azt teszi, amit az Úr parancsol. Nincs beavatva bizalmas dolgokba. Titeket azonban barátaimnak mondalak. Egy belső baráti kör részei vagyunk. Bizalmas információkat osztok meg veletek. Olvasd el a János 15:15-öt. Az jó, ha tudatában vagyok, hogy nem vagyok jobb, mint a másik. Nem vagyok jobb, mint a férjem. Nem vagyok jobb, mint a mellettem ülő. Nem vagyok jobb, mint a Hofni és a Fineás. De az fontos, hogy alázatosan, magabiztosan tudjam elfogadni magamat. De valaki vagyok. A názáreti Jézus vére által megszabadított, az a teremtő, alkotó Isten barátja vagyok, aki elfogadott engem, nem az érdemeimért, hanem az ő názáreti, ennek a názáreti Jézus Krisztusnak a kereszten kioltott vére miatt. A világot megteremtő és fenntartó Isten engem barátjának nevez. Ezt mondja az Úr. Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős sem dicsekedjék az ő erejével, a gazdag sem dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Jeremiás 9:22-23. Tehát lehetek én magányos most, lehetek megvetett, nem túl jó teljesítő, ígéreteimet is talán megszegő ember, de tudok-e dicsekedni azzal, mert ez a lényeg, figyelj, tudok-e dicsekedni azzal, hogy ismerem az Urat? Én még nem nagyon. Ki tudom mondani, hogy amim van, az csoda. Meddő életemet tetette termékenyé, ezért hálából most valamit visszaadok neked. Anna meddősége egy mesterien használt eszköz volt Isten kezében. Figyelsz, mi a baj, meg mi a nem baj? Azt mondja a Biblia egyhelyen, a titkok az Úréi, a kijelentett dolgok pedig a miéink. Ami most bajnak tűnik, lehet, hogy nem baj. Lehet, hogy az Isten a kezébe tartja ezt a világot, meg téged, meg engem, és még fel se keltem, ő tud rólam, meg hogy éjszaka álomban is engem megelégít. Azt mondja Jób 33, hogy az Úr, az Isten szól egyszer is, kétszer is, nem figyelnek rá. Álomban, éjszakai látomásban. Hát én ne legyek az. Én keljek fel és figyeljek, hogy ő mivel figyelmeztet engem. Isten kiképzési időszakokban lehet, hogy
engem nevelni akar. És az ilyen kiképzési időszakokban Isten nagysága helyett gyakran a körülmények lehetetlenségére összpontosítunk. Elcsüggedünk, és úgy gondoljuk, hogy valaki mást kell vádolnunk. Sokszor már egy ilyen ismert kis kép, hogy ha ide teszel egy 5 forintost a szemedre, akkor nem látod az egész világot akármilyen szép, mert eltakarja az a picurka jelentéktelen 5 forintos. De mi keresünk valakitől, akire azt gondoljuk, hogy felelős szerencsétlenségünkért vagy. Nem is valaki, lehet az Isten. Isten megakadályozhatta volna minden nyomorúságunkat, de nem tette. És mit csinálunk? Ezért őt vádoljuk. Ha nem ilyen lenne a feleségem, akkor szolgálnék. Ő sok mindent tönkretett, amiről álmodtam. Vagy a férjem. Ha szüleim nem ilyenek lennének, normális életem lehetett volna. Ők tehetnek róla, hogy ma itt vagyok. Miért vannak másoknak normális szülei? Nekem meg nincsenek. Ha apám és anyám nem váltak volna el, sokkal jobb lenne a saját házasságom. Ha más lett volna az előző férjem, akkor én és a gyerekeim nem lennénk ekkora anyagi nyomorban. Csalódottságom és a fájdalmam az ő hibájuk. Soha, figyelj, azt gondolom, ez fontos mondat, soha egyetlen férfi, nő vagy gyerek nem tud téged elmozdítani Isten akaratából. Senki más nem tudja kezében a sorsodat, csak Isten. Aláhúztam. József testvérei nagyon próbálkoztak, hogy megsemmisítsék a látomást, amit Isten adott neki. Azt hitték, hogy végeztek Józseffel. Saját szájukkal mondták, gyertek, öljük meg, dobjuk be egy kútba, és majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Esélyt sem akartak adni, hogy valaha sikeres legyen. József nagyon jól látta a helyzetet, nem sértődött meg. Később nekik mondja, emlékeztek, mikor változik a helyzet. Nem ti, Isten küldött el engem, ti elküldtetek volna engem valahol. De az Isten küldött el engem, ti előttetek, és most ez a mákotok. De nem, semmi közöm hozzá, az Isten volt, micsoda alázat. Elteltek 10 évek, és ez a József nem vádolta, nem sértődött meg, nem. És Isten fölültette őt. Egyetlen ember sem tudja meghiúsítani Isten életünkre vonatkozó tervét. Ha meg tudjuk ragadni ezt az igazságot, ez szabaddá fog tenni téged meg engem. Azt mondta Dávid, ők átkozzanak, de te áldj engem. Mit érdekel engem, uram, mit csinálnak? Nem számít nekem, de te áldj meg. Könyörgött az áldásért, és tudta, hogy ez a titok. 109-es Zsoltár, 28-as vers. Csak egy személy tud eltéríteni Isten akaratától. Figyelj, és ez én saját magam vagyok. Ha mentes maradok a sértődéstől, akkor Isten akaratában tudok lenni. Ha megsértődök, akkor mi van? Azt mondja, akkor az ellenség fogjul ejt, hogy az ő akaratát és célját teljesítsd. Te meg én választunk. Sokkal hasznosabb megmaradni sértődés nélkül. Az ördög, figyelj, ha az ördög el akart volna pusztítani, már rég megtette volna, mert szenvedélyesen gyűlöli az embert. Azt mondja az ige, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját, hogy elbírjátok azt viselni. 1 Korintus 10:13. És figyelj, ő már megtervezte az utat, hogy megszabadulj. Magyarul, úgy tudjam magam alárendelni Istennek, hogy ne sértődjek meg. Rajtam áll. Rajtam áll az életutam kimenetele. Állj ellen az ördögnek, és elfut. Jakab 4:7. Akkor állunk ellen az ördögnek, ha nem sértődünk meg. Miről volt szó? Összegzés.
Legyél tudatában azzal, hogy mi fáj. Tudd, hogy mit akarsz. Tudd, hogy ez kire tartozik. Ha mindenki a feje után megy is körülöttem, sőt, az Isten tisztelet helyén sincs minden rendben, mint ahogy lehet, hogy nincs rendben. Ha azt mondod, hogy nincs, akkor igazad van, mert nem a mennybe vagyunk. És lehet, hogy egy kicsit jobban rendben lehetne, én is beleadnám magam. Te csak kapaszkodj az Úrba. Legyél tisztában azzal, hogy az alkotód legbelsőbb bizalmi köréhez tartozol, aki örül neked, ha tőle várod a segítséget. Lehetsz vele olyan intim kapcsolatban, hogy teljes bizonyosságot nyersz olyan dolgokról, melyek még egyáltalán nem látszódnak. Ismerd meg nagynak az Istent, hogy nagy dolgokat merj tőle kérni. Legyél neki hálás, amit kaptál, abból merj visszaadni, hogy az áldás folyama ne duguljon el. Ja, és Annának még született 3 fia, meg 2 lánya ezután. A kiképzés időszakában maradj meg sértődés nélkül, ki fogod bírni. Készül a szabadulás útja, ha a Teremtő veled, meg velem, akkor minket egyetlen teremtmény sem tehet tönkre. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te szeretsz minket, és hogy az Anna példája, az minket is bátoríthat. Úr Jézus, add, hogy akik itt most ülünk, ismerjünk meg úgy, hogy te nagy Istenünk vagy. Amen. Köszönöm szépen. Ha van a szívedben valamiféle kérés, akkor keres valakit, és imádkozzunk, mert lehet, hogy most megfogalmazódott valami, és figyelj, ez egy jó hely. Azért jövünk ide, mert azt mondja az ige, hogy mi egymásnak tagjai vagyunk, ha nem jössz el, akkor lehet, hogy egy fél kéz hiányzik itt, viszont a fej az adott. Ő mindig itt van. És ha épp kézláb gyülekezet akarunk lenni, akkor legyünk itt. Régen, meg ma is az Isten kirendel helyeket. Nem viccből vagy itt, meg nem tévedésből, meg nem véletlenül. Téged meg engem ide gyökeresztetett, plántált be az Isten. Tiszteld meg őt, meg én. És legyen nekünk nagy. Tudom, hogy sokszor azt mondja a gyerek, nem a gyerek mondja, hogy millió dolog van, hogy otthon maradjak. De legyek úrra ezeken. És erőszakoljam meg magam, és jöjjek el, mert az Isten itt akar megáldani. Én úgy gondolom. Én ezt hiszem. Jó? És azt is hiszem, hogy ha imádkozunk, akkor ez az Isten nem változó. Tudjátok ki a tényező? Mi? Ha besértődök, azt mondja, na ezekkel én nem ülök le imádkozni. Nem mi miattunk, nem a másik miatt, hanem az Úr azt mondja, hogy rendkívüli, valamit csodálatos módon megáldalak, ha ott azon a helyen azok az emberekkel együtt mondod el nekem, amit akarsz. Köszönöm.